Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatjuk sportlegendák, Fehérvári sportlegendák sorozatunkat. Vendégem Balsai István, tisztelettel köszöntelek. Köszönöm. De azért azt említsük meg, hogy a rendszerváltás előtti tanácselnök helyettes tanácselnök, Székesfehérvár első polgármestere, országgyűlési képviselője, államtitkár, Fehér megye és Székesfehérvár díszpolgára, Szent István díjasa, Magyar Érdemrend tiszti keresztjének tulajdonosa, a Magyar Kosárlabda Szövetség tiszteletbeli elnöke, társelnöke. De most mi a kosárlabda pályafutásodról szeretnénk többet tudni. Mégpedig azért, mert az a személyes tapasztalatom, hogy óvatatlanul is az idősebb korosztályt elfeledjük, holott olyan veretes sportmúlttal rendelkeznek, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy Székesfehérvár most ebben az időszakban is sportváros lehessen. Ahhoz azonban tudnunk kell egy kicsit a Balsai családról is többet, hiszen akár már 1680-ig is visszamehetnénk, de ezt most ne tegyük meg. De az viszont nagyon-nagyon fontos a hivatás választásban, hogy egy erdőmérnök familiáról van szó, akik kellő tudással, előzetes tudással rendelkeztek ahhoz, hogy amikor pályát kellett az ifjúnak választani, akkor tudják, hogy hova forduljanak és mihez. Hogy volt ez nálad? Hogy volt így együtt a tanulás, hiszen gyakorlatilag valamennyi balsai, minden balsai diplomás ember, és nagyon sok erdőmérnök van köztük, ehhez viszont kellett egy olyan középiskolai előzmény, ami lehetővé tette a későbbi soproni felsőfokú tanulmányokat. Hát a család, elsősorban a bátyáim hatással voltak és vannak mai napig rám. Nyilván alkatomnak vagy képességeimnek megfelelően nekem inkább öttusát, vagy amikor szigorúan védekeztem mondjuk a Gellér Sanyin, akkor azt mondta, hogy miért nem mentél el inkább birkózónak, mérgébe. Harmadikas gimnazista voltam, amikor az építők szabadtéri Kossuth utcai pályáján NB1-es játékosként pályára léptem. Olyan emberek játszottak, mint Zsiros Tibor, Bogár Pál. Büszke voltam arra, hogy nálam 20 évvel idősebbekkel együtt játszhattam, később 20 évvel fiatalabbakkal is pályára léptem. De hát nyilván ez annak volt köszönhető, hogy akkor egy nagy generációváltás volt itt Székesfehérvári építőkben. Többen abba hagyták, hiszen főorvosok, sebészfőorvos, mérnökök, vízügyi igazgatók játszottak, és amatőr kosárlabda volt ez. Még akkor is, hogyha az NB1-ben szép győzelmeket arattunk, néha kiestünk, aztán visszakerültünk, de boldogan emlékezem erre az időszakra vissza, mert nagyon jó közösségbe kerültem. És főleg a kosárlabda az a minden sport gyönyörű, szép, és nevelő hatása van. De a kosárlabdának különösen a kreativitásra, a másik hibájának a korrigálására, védekezésben például, vagy felismerni azt a szituációt a pillanat töredéke alatt, amikor be lehet törni, vagy dobni lehet, de elsősorban fegyelemre. El kell fogadni a játékvezető döntését, akkor is, hogyha az igazságtalan, vagy nem jó. Tehát itt kezdődött, a József Attila gimnáziumban jártam, mint a többiek is, és volt olyan nap, hogy 3 edzés volt. Később volt olyan nap, amikor 3 mérkőzés volt, mert minden csapatban én voltam a legfiatalabb. Augusztusi születésű, akkor még nem dobták vissza a augusztus-szeptember közelében születetteket, tehát én fiatal voltam minden csapatban. Ráadásul elnökünknek, Bodnár János bácsinak köszönhetően itt a katonaság, meg különböző egyéb elfoglaltságok előfelvételi, meg ilyesmik nem fenyegettek bennünket. A bocsáss meg, az teljesen természetes volt, hogy a kosárlabdát választod? Mármint a bátyáid okán egyik oldalról.
hiszen a József arról is híres volt, hogy három egészen kivételes testnevelő tanárral rendelkezett akkoriban, és nagyon sok minden más sport is választódhatott volna. Laci bácsi általános iskolából kísért, vagy hát én kísértem át, hiszen a Petőfiből ő átment a József Attilába, és ő elsősorban kézilabdázókat faragott és foglalkozott. Úgyhogy én láthattam Fenyő Bandit, meg Fenyő Kálmánt, meg a Makit, Bogár Pali bácsi, meg a Hegedűs Pista kézilabdázott is. Akkor még nem volt ilyen dráma, ilyen atlétikus és kemény ütköző sportág a kézilabda, akkor még lehetett ott vezetni a labdát. És nagyon jó kézilabda csapatunk volt, hiszen országos középiskolai bajnokságot nyertünk, talán épp 63-ban a kis stadionban, és ez nagyon nagy szó volt, hiszen talán két igazi kézilabdázó volt közöttünk, a Csiszár Laci, meg a Jelinek Gyuri, többiek vagy vízipólós volt, vagy kosárlabdázó, vagy más sportágat űztünk. De nagyon jó társaság volt együtt. Előtte én két tusáztam, és abban jó voltam, Maracskó Tibi barátomnak mindig az orrára dörgölöm, aki igen, olimpiai érmekkel büszkélkedhet, meg világbajnok, meg minden, hogy megvertem két tusával, ló még nem volt, és az Árpád fürdőben, meg mezei futásban jók voltunk. De a család meghatározó volt, a közösség, hiszen Csabai Béla, Rábai Béla, Bajzák Tamás, Kis Tormás Józsi, és hát a két hegedűs, két balsai Őri, így kezdtünk sokáig. Ez egy legendás korosztály volt, ugye említetted a Csiszárék, aki a Szondiban, mi magunk is láttuk még lent a Gödörben, igen, hiszen nagyszerű játékos volt, aztán Maracskó Tibit említetted, de barátod volt Külali. Hogyne. Egyértelmű. Külalival együtt minisztráltunk, ő a Szigetből járt be, és Kégli Gyuri is játszott a csapatban. Érdekes időszak volt ez, most sokan azt mondják, hogy nem volt gyerekkorunk, vagy én nem így emlékezem rá, hanem a szülők mint egy védőernyőt tartottak apám, anyám a nagy család fej fölé, és hát mi a sportot, a tanulást és a többi dolgot egyeztetünk. Nagyon fontos, amit mondtál, hiszen akkoriban általában a élsportolók zöme nagyszerű, jó iskolába járt, és jó tanuló volt. Nálad a családi vonalon értelemszerűen ez szintén így volt. Számtalanszor említetted, mint példaképet Halmos tanárodat. Hogyne. Bár ő nem volt sportoló, el akart csábítani mindig az irodalmi színpadra, és narrátorkodtam is kétszer Keszthelyi Helikon versenyen. De a család egyrészt, másrészt pedig ez az akkori szegény gyerekeknek, a középosztályt is, vagy a értelmiségi családokat is beleértve egyetlen lehetőség volt a kitörésre a sport. Külföldre menni, bár ez nem dominált nekünk, de mondjuk 66-ban már megjártam Csehszlovákiát, meg nem fegyveresen, hanem sporttal, meg örök emlék marad a Gerért Sanyival, Hódi Szabolcsal, Kárász tábornok úrral, akkor még nem volt az. Mentünk Greminger János vezetőedzővel, azt hiszem, hogy Lipcsébe Európa bajnoki, vagy Európa selejtezőt játszani. Tehát a kosárlabda az azért különleges sportág, mert egy közösség van együtt, egymásra utalva, és ez egymást neveli is, meg csiszolja is. Szerencse volt azért is, mert a fehérvári építőket szerették. Ott állt mögötte egy nagy vállalat, később ennek majd lesz érdekessége és szerepe is. Volt olyan időszak, amikor Sopronba 7 fehérvári játékos mentett. Vordi Gyuri, aki több év idényben gólkirály volt, válogatott volt. A balsaiak, Kisteleki Péterék. A balsai családban még azt
szeretném elmondani, mint dicsekvést, hogy 47 első osztályú, korosztályos válogatott, vagy NB1, NB2-ben játszó játékos van. Volt, és van. Ez a leghosszabb cserepad az országban. Ez minden bizonnyal. Azért, amikor ebbe belegondolok, már a te idődben is, tehát abban az időszakban, amikor pályaválasztásra került sor, nem lehetett kétséges, hogy erdőmérnök, első, vagy építő, tehát és kosárlabda, és akkor egyenlő Sopron. Hiszen akkor már ifjúsági válogatottként azt hiszem, hogy... Én szerettem volna bekerülni Sopronba, hiszen ott olyan sztárok voltak, olyan elérhetetlen magasságban, egyetemisták, zsoldos nélkül, akik rögtön bekerülve az NB1-be, a bátyám Miklós vitte be a csapatot, ő is csapattag volt. Rögtön harmadikak lettek, majd másodikak, majd népköztársaság kupát nyertek. Fiatal társaság, egy Orbai, Tvordi között irányított játszani, hát az volt minden álmom. És ez teljesült. Volt kísértés, hiszen TF-re vagy műszaki egyetemre is hívtak, de apám elbeszélgetett velem, és azt mondta, hogy neked az lesz a jó, hogyha a természettel, erdővel foglalkozol, ismerte a néha szertelen természetemet. De a nagy család az helyre pofozott akkor, hogyha kilógtam volna, nem nagyon volt erre lehetőség se, de a család az nagyon fegyelmező erővel is hatott. A szakmai pályafutásodat mennyiben segítette az, hogy egy csapatsportban nőttél fel? Miklós bátyáddal arról beszélgettünk, hogy ő azt mondta egy interjúban, hogy nem tud elképzelni kvalifikált vezetőt anélkül, hogy ne próbálta volna ki magát csapatsportágban. Igen. Neked mennyit segített, hogy egy csapatsportágban nőttél fel közösségben? Nem csak a csapatsportág, most nem akarom a centereket, meg bedobókat kicsinni, de az, hogy valaki irányító lehet, aki elindítja vagy a rendszert, a játékrendszert, vagy pedig a kreativitása révén megszervezi azt, hogy emberelőnyös helyzet, vagy blokkleválással a kosárlabdába valaki helyzetbe jusson, a centernek odaadja, vagy rövid labdavezetés után indítsa a támadót, a bedobót. Ehhez nagyon sok taktikai és stratégiai érzék kell, ami kialakul. Valamint én büszke vagyok arra, hogy térlátásom van, volt, sokkal erősebb volt korábban. Tehát a mozdulatokból lehetett következtetni arra, hogy a védő vagy a társam mire készül. És ez későbbiekben is nagyon sok előnyhöz juttatott azzal, hogy tudtam következtetni, tudtam előre tervezni a következő lépéseket, mint egy sakkozó. Tehát Sopron nagyon jó volt. Mi történt? Sopron nagyon jó volt, mert Sopron egy vidéki után. Egyetem, ahol ki kellett venni az embernek a zsebéből a kezét, köszönni mindenkinek előre, és udvariasan részt venni a szakestélyeken, ami egy különleges selmeci hagyomány volt. De a egyetemi vizsgákra való felkészülés az, hát nem volt erőfeszítés, de emberpróbáló volt. Csodálkozom azon, hogy 40 ezer forintot kell fizetni mondjuk egy heti edzőtáborért. Nekem mindig megjött a távirat augusztus elején, hogy azonnal jól jön vissza, és akkor a sportvezető dékán úr írta alá, és az egyetemi botanikus kertbe kellett dolgozni napi két edzéssel, plusz még a Tvordi Gyurival végig kell futni a lövér körül, ami mondjuk 5,5 kilométer kétszer. Mindig tudatos voltál? Hát ezt mondta valaki most régi ismerős közül, hogy nagyon tudatos volt. Én nem éreztem annak magamat, sőt inkább ösztönös voltam, és nagyon szerettem jó csapatba lenni, hasznos tagja lenni annak. Akaraterőm az,
hogy magamat ne én dicsérjem, az nagy volt, nagyobb volt, pláne mostanihoz képest. És ezt se én mondtam, mert a Krasznai Feri bácsi edző, minden embernek van képessége arra, hogy az energiáit hány százalékban tudja kifejteni. Kritikus helyzetben, amikor egy adrenalin löket van, vagy az oroszlán megtámadja, akkor ugrani kell, menekülni kell. És tehát egy ősi atavisztikus tulajdonsága lehet minden embernek. Ez azt jelenti, hogy 30-35 százalékát tudja egy átlagember mozgósítani a váratlan helyzetekben az energiáit. És én ennél sokkal többet tudtam mozgósítani, ezt mérték különböző módon, és ezt is a sportnak köszönhetem. Nyilván ennek meg volt az ára a lábaimban, vagy az ízületeimben, de Sopronra visszatérve ez egy csodálatos közeg volt. Onnan eljártunk külföldre, Ausztriába, NSK-ba többször, amikor a többiek hát csak vágyakoztak ezután. Hogy alakult a sportpályafutás az egyetem elvégzése után? Még annyit, hogy az ifi válogatott is nagy élmény volt, mert olyan emberekkel, Greminger János, aki Európa-bajnok csapatnak a meghatározó embere volt, bár Bogár Pali bácsi volt a csapatkapitány, de Zsíros Tiborral, Simon Jánossal, aki nagyon szeretett engem, meg én is őt. A Greminger János vezetésével játszottunk Európa-bajnoki selejtezőket, felejthetetlen élmény volt. Láttam a lebombázott lipcsei pályaudvar alatt játszhattunk egy hatalmas terepben, elvesztünk a térben. Soproni Magyar Népköztársaság Kupa győzelem is emlékezetes, és most ünnepeltük az 50. évfordulót, azóta is emlegetik ezt. Utána megint egyenes volt a pálya, hiszen a bátyám még meg is szóltak ezért, hogy finom legyek. Volt egy vitrai műsor a familiákról. Közöttük a Latabár, a Balsai, meg a Kulka család, meg egy cigányprímás család szerepelt, és akkor mint megkérdeztek engem, hogy maga miért nem lett erdőmérnök. Hát azt mondtam rá, hogy nincs annyi erdő Magyarországon, menne egy Balsaiban, és ezért én más pályára mentem, renegát lettem. 15 évet lehúztam a közútigazgatóságnál. Ugye úttervező szakmérnökként, tehát azt ne feledjük. Igen. És ott elvégeztem a szakmérnökit, hogy ne legyek idegen a szakmába. És egész 81-ig, amikor már két gyermek ott toporgott, meg kellett velük foglalkozni, játszottam. És itt is volt egy nagy élmény, mert a rendszerváltás előtt a vállalatok kritikus helyzetbe jutottak, hiszen szakszervezet, meg a vállalat különböző jóléti pénzeiből tartottak fenn egyesületeket. Elsősorban ez zsíroskenyér túra volt. Sopronban 15-50 volt a félnapi díj. Két kifli, meg egy minisajt, vagy mit tudom én. A közelében lakókat mindig hazazavartuk, vagy hazazavarták, ha Fehérvárra játszottunk, menjetek haza enni, ne itt a... Az építőknél pedig az a helyzet adódott később, ez már, hogy a férfi szakosztályt majdnem megszüntették. Tehát ma nem lenne Albakomp, meg Albafehérvár, ha akkor négyen bementünk, vagy öten a Kis József vezérigazgatóhoz, és kértük, hogy támogassa a kosárlabdát, mert mi amatőrök vagyunk. És azt mondta, hogy ameddig ő az igazgató, vezérigazgató és ilyen lelkes társaságban ismert bennünket a munkáról is, addig ez a csapat működni fog. Csodák csodára megmenekültünk. A női szakosztály aztán kevésbé, meg belépett a Videóton is, amely egy gyári profi csapat volt, és kiváló embereket igazoltak, meg vonzottak ide, akik meghatározók voltak Fehérváron is, és később az építőknek is el kellett indulni azon, hogy ide csábítson tehetséges, először hazai, később pedig külföldi játékosokat is. De arra büszke vagyok, hogy akkor mi
kiálltunk Nagy Gáborral együtt, meg Valsai Miklós, Szabó Matyival, hogy a kosárlabda hadd menjen tovább el. És Kis József vezérigazgató ezt lehetővé tette. Így is történt. Még a létesítményekről, vagy hát létesítményről, én játszottam a MÁV szabadtéri pályáján kosárlabdát. Játszottam azt hiszem a megyei földhivatal van a helyén, a köztársaság mozi mellett volt egy bombatöltsér, és arra valaki egy teniszpályát, meg egy kosárlabdapályát. Az első bitumenes, ahogy mondja a népnyelv, de aszfaltos pálya, az az építők szabadtéri pályája volt. Ahol a Bogár Pali bácsi útépítő főmérnökként leburkolta a pályát. Igaz, hogy kicsit göröngyös lett néha a légbuborékok miatt, meg a nyáron, de láttam a Zizit ott ökölvívni, meg a Simon urat. Sáringer Zizi bácsiról beszélünk. Sáringer Zizi bácsit, és hát pezsgő élet volt, teke élet is. Meg is sirattuk, amikor több neves kosárlabdázó kíséretében egy emlékkövet helyeztünk el az építők szabadtéri pályáján, hogy az megszűnt. Játszottam a Jákiban. Nagyon jó középiskolás mérkőzések voltak, ahol a Púp Józsi bácsi volt a pályagondnok, aki mindig úgy beszélt, hogy én és az igazgató nem engedi, hogy Balsai cipővel bemenjen a pályára. Pedig akkor már valami totum factum lehette valamelyik munkahelyen. Játszottunk sokáig a gépipari technikumban, a kiváló kosárlabdázók voltak, a Demeter Vili bácsi, akiről később el is neveztük a csarnokot. Játszottam a kísérleti jelleggel Somogyi László miniszter úr, később főmérnök úr segítségével egy kísérleti feszített szerkezett pálya jött létre, ami most is megvan a Gáz utcában. Szerettük volna ezt a csarnokot Bogár Pali bácsiról elnevezni, de nem sikerült első nekifutással. És nagyon sok helyen a városban. Játszottunk Baján, Sopronnal is, meg építőkkel is. Annak az volt a nevetésége, hogy egy kápolnában volt. Egy pálya kialakítva, ahol hát elég önkényesen lekapcsolták a villanyt, a rendre felügyelő rendőr az behúzta esernyővel a labdát bedobóját, nagyon regényes körülmények között voltunk. Vonattal közlekedtünk általában az építőkkel. Amatőr csapat volt, olyan emberekkel, akik a egyéni életükbe vagy ügyeletet adtak, vagy operáltak, vagy hószolgálatban, vagy vízügyi árvízvédelembe kellett helytállni, vagy főmérnöke volt egy erdőgazdaságnak, mind, vagy több műszakban dolgozott egy szakmunkásként, egy üzemben. Nagyon szép évek voltak, és most is összetartóak vagyunk, összejárunk. Igen, hiszen még most is összejártok. Igen. Egy kérdés, ami nem különben fontos, és én a Kosárlabda Szövetségnél is hosszú ideje dolgozol. Egy pillanatig nem volt kétséget felőle, hogy ott a helyed, tehát hogy segítened kell? Hát ebbe belenőttem. Én nagyon tiszteltem és becsültem a Balta Ferencet. Előtte is voltak elnökök. Akkor azt hiszem, már tanácselnök lehettem, amikor bevezettük azt, hogy a kosárlabdázás városa címet egy éremmel elismertük, hogy melyek azok a városok, amelyek támogatják a kosárlabdát, és ő megkért arra, hogy segítsem őt. Aztán később jöttek, mentek az elnökök, volt olyan időszak, amikor én maradtam egyedül talpon, és perek sorozata volt, egy hajszálon múlott, hogy a szövetség meg nem szűnt, vagy kiesett volna az egész bajnokság, idén írósztrájk volt. Nagyon viszontagságos időszak volt. Most a Szalai Ferenc polgármester úr, szolnok polgármester és válogatott kosárlabdázó kiválóan vezeti. Nagy Gábornak is nagy érdeme volt, amikor még a ligák uralták a kosárlabdát, és ezért sok kritikát kaptak. A Gábor példamutatóan vezette a alelnökként
Tehát én benne maradtam, közel 30 éve én vezetem le a szövetségi közgyűléseket, mármint a ország egészére kiterjedő összejöveteleket. Én szeretem ezt a munkát. Most elsősorban ez már ilyen diszelgő, meg a kosárlabdázás szépségeit kell megőrizni, segíteni. Örülök annak, hogy a mindennapos testi nevelésnek a TF rektora segítségével részese lehettem parlamenti munkában is, és azt, hogy a TAO pénzeket így módon tudjuk használni, annak rendkívül örülök. Itt Székesfehérváron 12 tornatermet, 3 csarnokot építettünk, a megyében is épülnek a kosárlabda szövetség, kézilabda szövetség támogatásával sportlétesítmények, és hát a labdarúgás az más világ. 500 ezer igazolt versenyző van, illetve még pár ezer hiányzik. Ez a cél, hogy ennyit elérjünk. Közel járunk. 20-valahány ezerről 86.200-ra nőtt a kosárlabdázással foglalkozók száma. Edző van, terem van, meleg van, felszerelés van, mérik a teljesítményüket, a fizikai és egyéb adottságaikat, és büszke vagyok arra, hogy a TAO pénzeknek ilyen mértékű felhasználásával megújulhat a magyar fiatalság, és ennek a későbbiekben is kihatása lehet. Igen, én azt gondolom, hogy ezt köszönhetjük neked, nektek, hiszen hogy újra felnőttnek vagyok, Fehérváron is, Boksai Zsuzsák, Dávid Kornélok. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Azt még a Dávid Kornélok kapcsolatban hadd mondjam el, a Nagy Gábor, Mináróvics János, és még valaki Egyesült Államokban élő vagy élt kiváló szakember segítségével a Dávid Kornél kosársulit létrehoztuk, majd ebből kinőtt az akadémia, minősítést ők is elnyerték. Valaki azt mondta, hogy miért kellett magánalapítványba kiszervezni, ezzel majdnem megsértődtem, megálltam, hogy nem vitatkozom vele, kiszervezni a kosárlabda utánpótlást. Ezt kezdtük, tehát ez az Albakombnak, Albának, ez volt a bázisa. Később jött a másik egyesület. És mind a két helyen 300-400 utánpótlás korú sportoló van. Öröm nézni a kengurukat, öröm nézni a békákat, akik különböző korosztályban mérkőzéseket játszanak és felkészülnek. Mert azért vagyok boldog, mert átélhetik azokat a jó oldalait a sportnak, az örömszerzést, a világlátást, a másokkal való együttműködést, amit mi is megtapasztalhattuk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, vendégem a sportlegendák közül ezúttal Balsai István volt. Köszönöm még egyszer. Viszontlátásra!